Anyuka, szervusz, szeretettel üdvözöllek ezen a szép meleg. Na, melegszik a idő. Nem csak a idő melegszik, minden melegedett, anyukám, mint tegnap el. Bubi engem, na, elrángatott a buliba. Halál jó volt, azzal te ne is foglalkozzál. Kim voltunk az Isten asza mögött, azt mondanom se kell, Újpest alszón valami izé. A hely már pupos volt, de mire odaértünk? Nem mondom, itt már izé villamos kocsi szín, meg a nem tudom, minden volt, te nem hiszed el, hogy mi volt. Kézzel tényleg szeretettel Bubinak mondtam, te én majd összeessem. Mondtam ezt ilyen este 9-kor, azt mondta, jó, van másfél órád, te elmehet el aludni, de utána anyukám taka a Tritonra. Na, mondom, jó. Besunyogtam, besutyultam az ágyba. Te, uram, hogy pontosága 10:30-kor úgy rázott föl, érted, hogy azt hittem, hogy megürülök, megbadulok. Te mondom... Kilökött az ágyból? Mondanom se kell? Várjál, lököm be a tudorubit. Kell egy kis kalorit. Te. Na és akkor elkezdődött. Picit megéltem újra a tini koromat. Tudod, Bubival rohangáltunk a fürdőszobába, hinunk, tehát melyik parfümöt ezt fújjon, vagy azt tegyem. Jó a hajam. Várjál! Várjál, Bubi örjöngött! Ne! Előbb fölveszem a pulcsit, utána a haj. Tudod, nem tudom, jársz bulizni? Hát az ilyen. Olyan menetben vagyunk, édesem, hogy megbolondulsz. Ezt a gatyát, nem ezt a gatyát. Fölveszem, semmi nem áll jól. Tudod, na így indultunk el, halál ki voltunk kerázva. Én gyönyörűen így levasaltam a hajamat, várjál most, hogy fölraktam ezt a sapkát, mert romos az egész. Érted? Én így lenyaltam mindent, ezért berongyoltunk a pupos helyre, érted? Mentünk jobbra-balra a gyártelepen. Na, anyukám, olyan, ja hát ez egy izé ragykomagyko parti volt, nyugodjál meg, Triton. Úgy hozták Spanyolországból a kigyúrt kanikat, úgy. Amúgy ki voltak patintva a kanik, de tudod, ilyen latinos, meg minden Bubival néztük, ki. Már benn voltunk a backstage-ben, már ilyen csumidálában voltunk mindenkivel egy pillanat alatt, halálosan érdése. Mert ezek nagyon kedvesek voltak, de te, miben voltak? Ismered nekem itt a konyhában? Tudod a kis mosogató rongyomat? Na, hát kb. Akkora volt rajta a cucc, érted a kanin? Semmi más, halál jó volt. És akkor ott nyomta és táncolt és minden volt. Na meg akkor ott voltak a drag queenek, hát azokat, ott volt egy ilyen boász, tudod, senkihez nem szólt. Akkor aznap este úgy volt vele, hogy ő most Marilyn Monroe-nak költözik, és neki Marilyn Monroe-ként kell viselkedni. Ki ilyen stukba volt. Na mondom, jó van anyám, te is boldog vagy. Majd kicattanol. Na úgyhogy ebbe a buliba voltunk, úgyhogy alig bírom összeszedni magam. Most meg rongyolok, érted, mert, ja, mert hogy, na, jövő hét szombaton megyünk Anna-Marival vissza Frankreichba, de jövő hét, nem, vasárnap megyünk, de jövő hét vasárnap most kapaszkodol, akkor kitaláltam, hogy ha mi vasárnap, érted, a kocsiba fogunk kézélni, így ülni, érted, 12 órán keresztül, akkor ott nem lesz nagy anyák napja, taka lesz az anyák napjának, úgyhogy most előre hozom egy hónappal, úgyhogy taka be a sasplantba, mert valami pupos csokrot szeretnék. Általában van most, azt mondták nekem ottan, érted, a vezetőség, a sasplantos nadika, hogy van valami spéci csokor is, hogy ezt meg akarjam. Na, most az én be fogok rongyolni, meg megmutatom neked, nyugodjál meg. Ja, meg okizok neked valami kis mányák napja, drága a virág, úgyhogy okizok neked kedvezni, nyugodjál meg. Ez az egyik, mit akarok mondani? Jaj, másik, nagyon fontos, te, ma ne örüljél már meg. Mi van? Április 24-e van, te, György nap. Azt nagyon tartsuk mi nálunk, apukám György, a testvérem György, a nagypapa György volt, első Kajdi György, második, mit a hány, mindenki, tudod, van ez a jó néphagyom, mindenki György, ne lehessen összekeverni a neveket. Felejts el fölköszönteni a Györgyöket, anyukám, mert rád lesz rúgva. Vigyázzál! Főleg, ha az urad az. Nekem is van, te, a Lefkovics Gyuritól, a Móger Gyuriig, a Klinkó Gyuriig, a bátyám Gyuriig, a mit tudom én hány Gyuriban, hogy nem igaz. Po, erről jött eszembe. Tudod, mi történt ma április 24-én? Na, anyukám, először is ugye ma kiadja második András ezeket 22-ben az aranybullát. Az pupos, majd azt egyszer elmesélem, hogy mi az az aranybulla. Főleg, hogyha valami tanuló van otthon, érted, aki ezt tanulja, hogy egy kicsit főfogja. Szerviensek, fölemelkedésre, hülyeség, minden, társadalmi rend, mindegy. De képzeld el, hogy 1514-ben, na anyukám, Bakóc Tamás, észérgumi érsek, bíboros, na az akkorát izé öngólozott magának, hogy te attól megőrülsz, megvadulsz. Tudjuk, a mai napon azt mondta a Bakóc Tomi, figyelj ide, Gyurikám, kinevezlek a keresztes seregeknek a vezérébe. Mondta ezt a
Dózsa Gyurikának. Tehát nem Dózsa Gyurik anyukám megcsinálta a kutyafittyet egy pillanat alatt, jó nézel ki. De ilyenek voltak. Ja, és akkor kézzel, ja, és a izének ma van a szülinapja, a popos fisztűművész. A szülinapja te a izének, a Janikának, a Torma Janikának. Tudod, 1870-ben született festőművész. Ő volt tulajdonképpen a nagybányai festő, a művészteletnek az alapítója volt Torma János, pópoz volt. Az én dédnagyapám is egyébként nagybányai festőművész volt, előkelő volt nyugodt. Te olyan gyönyörű ez a Budapest sövöki, tehát, na mindegy, ennyit akartam neked, tehát a Rózsa Gyurit meg a Dózsa Gyurit, te ne keverjed össze, mert nem ugyanaz, aki ott iszogatott a kapcsoltamba, nem ugyanaz, mint a Dózsa Gyuri, tudod, aki meg aztán megcsinálta a paraszt felkelést, hí, lázadás, minden volt, ezt leverték Csórit a szájába, a szakába is rakták, hát, de hát inkább megelőzte a korát, ez van, mit akar, ja, várjál már itt, menjél már, hát add már a gázt a unci alá. Óriási volt a tegnapi buli, most meg rongyolok be a szaszpontban, mindjárt megmutatom, hogy mi folyik ott Gyöngyösszpatán, mert nem fogod elhinni. Ki van kerázva? Ki? Puposza volt, te. Egy fontos dolog, hát most már nem tudom, hogy mi a délutáni programod, mert már 3:30 van, de ma lesz az életmenet egyébként, ez egy nagyon-nagyon szép dolog, egy szép megemlékezés, majd egy kicsit kitérek rá, ha ott vagyok, de el akarok menni, ez 5-kor kezdődik ott a Gogol utcánál. Googlizál rá, és ha van időd meg kedved, akkor gyere el, mert ez tényleg ez nem a békenet, ez az életmenete, ez egészen másról szól, de majd az szépen fölfoglak téged. Jaj, tudod, kivel találkoztam, őt kosztoljuk ez ügybe föl. Az életmenetével a Fröding Kittit, anyuka. Nehogy azt hitt, hogy ő nem bulejkázott tegnap a Tritonon. Úgy dobálta azt a gyönyörű nagy haját, hogy te megőrülsz, megvadulsz, nem láttad. Na jó, van, már itt vagyok. De életmenete 5-kor indul. Remélem össze tudom kapni magam. Jobb kezes, Szila, vigyázzál, mert ízé telibe ver. Anyukám, olyan idegben vagyok, mert már csicska eső leesett, én már megbolondulok. Várjál, nézze, puposzta a sprantot. Anyukám, már bót előtt itt ki van virágozva minden. Ha éppen érted, izé, nem nyúlják le. Várjál. Azt mondja, na, nézzük, milyen anyák napi, figyelmes. Jó napot! Olyan kedvesek a boltba, tehát ezt nem. Na most ezt figyeljen meg. Itt vannak az anyák napi izék, figyelmesség. Jézusom, ez hogy néz ki te? Nézd meg, milyen gyönyörűek ezek a csokrok. Na, én megint beintéztem mindent. Állítólag azt mondják, figyelj, hogy van olyan, hogy egy kisebb kis csokrot vásárolol te meg, és ahhoz egy ilyen popos kis kekszet is adnak. Te, Marika, ezért például ölne, most megmondom neked. Vagy nézd meg ezt. Haláltabasz. Hát ennél neked nem is kell több. Olyan csodákat csinálnak, most mondjuk mindjárt megnézem, hogy... Nem, úgy csak itt körbe akarok nézni, hogy megnézem, hogy mi... Én speciál ilyet szeretnék anyukámnak, mert aztán minden a fréziát például imádja. Ja, és akkor ehhez is van csoki, mondanom se kell. Vagy nézd meg ezt, ezeket a púder színeket. Hát figyelj, anyukát szerintem, hát annyit mondhatok, hogy meg fog örülni, és meg fog vadulni tőle. Ez ugye azt hiszem ez a viola, de lehet, hogy tévedek, nézzek ezeket a kis rózsákat. Na, és amit én beokiztam, figyelj ide, ha belököd azt a www.ba, tudom, a sarspantos.hu, vagy hogy a Istenbe van, hogy mivel megmutatom neked, akkor belököd azt, hogy kupon, és a kuponnál te belököd azt oda, hogy anyák napja 10, na akkor már le is ugrik neked egy 10%, és akkor mondom, az van, de azt majd ott kitaláljuk, ja, és akkor most előrendelésbe, ha megcsinálod, anyukám, akkor egyrészt ilyen 10-ét tudsz hozzá, tehát egyrészt így alaculágert fogják neked kikalkulálni, és várjál, mit akartam neked mondani? Fogalmam sincs, mit akartam, persze. Nadika, ez micsoda? Ez az anyáknapi figyelmességgel van. A webshopon ez úgy van fönn, hogy anyáknapi... Igen, ez a és ezt édesanyámnak most elvihetem, mert ugye elő anyáknapozó, de igen. Drága vagy. És akkor ehhez kapom? Ehhez kapod a csokoládét. Te ez üres. És jaj, még amit akartam neked követő rajongó mondani, ha édesanyádat tényleg a legnagyobb szeretettel köszöntöd, nagyon fontos, ha most előrendelsz, akkor egyébként ez csütörtökig, vagy akár a boltba te bejöhetel, és itt fölveheted a csokrot, de nagyon szívesen ki is szállítják neked. Csak az a lényeg, hogy olyan őrület van, hogy neked időben el kell kezdened berendelgetni, érted? Kis csokrot, nagy csokrot, amire te gondolsz, ezt te döntöd el, nézzen meg a tulipán is milyen puposz. Szóval ez a, na, és akkor én most még egyszer megmutatom, édesanyám egy anyáknapi figyelmességet fog kapni, ebbe aztán minden van, nézd már meg a puposz.
követő rajong, úgy vagyunk az élet menetén. Most amit ezt neked tudnod kell erről az egészről, ugye ez az igaz emberekről szól, azokról az embereknek az emlékére alapították, alapítványként működik. Egyébként, ha jól tudom, több mint 53 országban rendezik ezt meg, és azokra gondolnak, egyrészt az áldozatokra, ugye a második világháborúnak, ugye a holokauszt áldozataira, és azokra akar emléket állítani, akik igaz emberek voltak, és segítették ezeket az embereket, ugye, akiket üldöztek. Itt van egy református templom, itt a hátam mögött láthatod, ahol nagyon sok embert bújtattak a háború alatt. Úgyhogy most várj, egy kicsit kijöttem, mert akkora őrületben vagyunk, de mindjárt rongyolok vissza, lemeneteljük, megyünk a Margit-szigetre, aztán Alatszuláger minden lesz, takar. Mi van? Mit akartál mondani? Nem kéne főkóstolni mindenkit, nem kéne örjöngeni. Most fő van még ragasztva a füle, de most már nekem anyukám, a főnökasszonya, Anita már szólt, hogy ne ragasztjuk föl, mert anyukám, fogváltás van. Misu, jön az új hülye fogad, mindent rágol, megőrülsz, megvadulsz, még kell örjöngeni. Na, Sanyitó kikapott, de ne harapjál már belém. Misuka, hát ennek miért néznek, hogy belém harap? Misuka, ez szerinted nekem jól esik? Váltod a fogadat? Misu, figyelj, van valami olyan eszelős a tekintetedben, amitől megőrülsz, megvadulsz. Drága, hát olyan idegben vagyok. Oh, már itt lelöktem magam a kanapéra. Akarok nézni, milyen megmutatom neked egy podcastet. Szoktam nézni te a Friderikus Sándornak a podcastjét. Csíte. Van most benne egy Bánki nevű pszichiáter. Olyan okosokat mondom. Most elkezdtem már a izében nézni. Lenne a... mindegy, menet közben idegbe. Most ezt nézem, halál érdekesek, Bánki György pszichiáter, nagyon érdekes dolgokat mond, a Friderikus anyukám megfaggatgassa össze-vissza. De jó, jó, te komolyan mondom, hogy ha gondolod, akkor nézzél be a Sándornak a podcastjében, mert jó, jókat mond. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas beszélgetés, úgyhogy követőnek, rajongónak így tényleg így vasárnap estére, mielőtt így főborulsz érted, és indítod a hetedet, és mondjuk nem találsz semmit a tévébe, bár olyan izgalmas, hogy nem tudom, beöltözünk izének, sztárban sztár, vagy van az még, nem tudom. Ez azért egy sokkal, hogy intellektuál, tehát hogyha nem érdekel, akkor ezért kadd ki a bióból, de ezt nézd meg, ha rám hallgat. Várjál, ide belököm neked, és akkor csak klikkelsz.